Szép napot mindenkinek. A civil díj kapcsán ültünk itt ma össze, és ez egy több éves program, ami minden évben a legjobb civil szervezeteknek ad egy díjat. Az elmúlt egy-két évben ez egy elég speciális helyzetbe került, de mindig találtunk módot arra, hogy ilyen speciális körülmények között is átadjuk, megünnepeljük és megkeressük az év legjobb civil szervezeteit. Én Gerencser Balázs vagyok, a NEOK Alapítvány igazgatója, és akkor hagyd mutassam be a vendégeinket, akik a mai alkalommal beszélgetnek velem, és a program vezetőjével, Seyr Renátával. Sziasztok! Sziasztok! Én Dudis Luca vagyok, a Háttértársaság egyik ügyvivője. Én pedig Pál Marci vagyok, a Szilárdan Családokért Alapítvány képviseletében. Röviden ennyi. Seyr Renáta vagyok, a civil díj program vezetője. Pár szóban a civil díj programról. A civil díjban alapvetően 8 szakmai kategóriában díjazzuk a szervezeteket, de emellett minden döntős szervezet részt vesz egy közönségszavazáson is. Ez az, amit most ti megnyertetek, úgyhogy ez nagyon gratulálunk nektek. Igen. A közönségszavazás ugye a médiapartnerünknek, az NLC-nek a felületén zajlott, rengetegen szavaztak, nagyon sok embert meg szokott mozgatni ez a szavazás, és annak is nagyon örülünk, hogy a közönségszavazásnak köszönhetően még több emberhez elér ezeknek a szuper kezdeményezéseknek a híre. Mielőtt belecsapnánk a Család az Családba, ennek a kampánynak a részleteibe, egy pár szót mondjatok magáról a szervezetről, hiszen e mögött egy komoly szervezet van. Kezdem akkor én. A Háttértársaság az Magyarország legrégebben is jelenleg működő LMBTQI szervezete. Mi főleg támogató szolgáltatásokat nyújtunk LMBTQI embereknek, jogsegélyszolgálat, lelkisegélyszolgálat, hívsegítő szolgálat, és emellett nagyon sokat foglalkozunk kutatással, érdekérvényesítéssel, dióhéjban ennyit a háttérről. A Szivárvány Családokért Alapítvány pedig egy 13-ban alakult szervezet, de alapvetően az elmúlt pár évben ilyen fagyasztott állapotban volt, és tulajdonképpen ez a Család a Család kampány volt az, ami újra életre hívta. Mi egy nagyon pici valami vagyunk, 3 családnak a munkája, tulajdonképpen az egész alapítvány, és ilyen abszolút civilek vagyunk, tehát hogy ezt úgy kell érteni, hogy nekünk ugye forrásaink is abszolút limitáltak, illetve mi este 9 után szoktunk dolgozni az alapítványon, mert hogy addig van a 8 órás munkánk, és akkor utána letesszük a gyerekeket aludni, és akkor nekiállunk, hogy valamit próbáljunk tenni azért az ügyért, amiért mi teljes lélekkel dolgozunk. Visszatérve, hogy indult ez a kampány ötlet, hogy született meg, mi volt a sztori, hát melyikőtök volt a kezdeményező? Ez egy hosszabb folyamat volt alapvetően. Már az ötlet tavaly júliusban született meg. Akkor a Magyarországon élő szivárványcsaládok kaptak egy olyan támadást, amihez nem voltunk hozzászokva. És akkor eldöntöttük, hogy mi nagyon-nagyon szeretnénk valamit csinálni, és ez tényleg csak két családról volt szó, tehát hogy tényleg ez abszolút innen indult, hogy mi nagyon-nagyon szeretnénk valamit csinálni, mert úgy érezzük, hogy valami készül, és egyszerűen nem akarjuk azt megvárni, hogy mi legyünk a békák a fazékban, amit tudod, bekapcsolod alatta a vizet, elkezdik főni, és a béka nem ugrik ki ebből a vízből, és csak szépen megfő. Szóval ezért gondoltuk azt, hogy mindenképpen kell valamit csinálnunk, és a kapcsolati tőkénket hasznosítva kezdtük el építeni ezt a kampányt, és családok fogtak össze, közösen a Háttértársaság segítségével, hogy létrehozzuk ezt a kampányt, ami abszolút egy ilyen, ahogy ti is mondtátok az elején, egy nagyon pozitív üzenetet akartunk közölni, nem kritizálni akartunk, hanem csak azt akartuk megmutatni, hogy mi is létezünk, mi is itt vagyunk, és azt gondoljuk, hogy a magyar társadalom szerves részei vagyunk, és mindenképpen szeretünk volna egy arcot adni ennek a
nem is azt mondom, hogy tömegnek, de közel 1000 szivárvány család él ma Magyarországon, és mindenképpen szerettünk volna ezeknek arcot adni, és úgy arcot adni, hogy azután ne legyen démonizálható, illetve ne legyen stigmatizálva ezáltal, hogy mi is emberek legyünk ebben a tömegben. És innen indult a kampány, ami egyébként egy ilyen nagyon egészen elképesztő, hogy amit láttatok, meg amit láttak az emberek, ez közel 0 forintból valósult meg. Tehát, hogy mindenki, aki ezen a kampányon dolgozott, az pro bono tette. Dolgoztunk ugye együtt ügynökségekkel, akik az ügynökségekből szakemberekkel, kommunikációs szakemberekkel, és mindenki a munkaidején kívül állt bele a kampányba. Az a forgatás, amit csináltunk, ingyen kaptuk a stúdiót, a forgatáshoz szükséges eszközöket, az ott lévő 30-40 ember, aki dolgozott, a websájtot, amikor építettük, amikor a PR kampányt elkezdtük, egyik celebritás sem, aki kiállt mellettünk, vagy influencer nem kért ezért pénzt, tehát hogy, és még sorolhatnám, hogy ez így mekkora tényleg ilyen közösségi, civil összefogásként született meg, ami számomra ilyen elképesztő pozitív üzenete van, hogy ha van egy ügy, amiben hiszünk, akkor azért megmozdulnak a dolgok, és ezek a dolgok most megmozdultak. Ért egy támadás titeket, ugye ez erről mindenki tud, és ilyenkor legtöbbször az ember vissza akar vágni, dühös. Tehát, hogy sikerült ezt így ketten kitalálni, vagy a ügynökségekkel együtt kitalálni, hogy ebből ne egy ilyen viszont válaszolunk, hanem egy ilyen pozitív üzenet szülessen. Szóval mi volt ennek a megoldása? Hogy sikerült ez? Szerintem azt fontos megemlíteni, hogy ahogyan Marci is mondta, hogy az embereknek a démonizálása, ez az egyik olyan ilyen politikai húzás, ami ellen vissza kellett vágnunk, és ezzel ellen nem lehet sehogy máshogy visszavágni, csak úgy, hogyha megmutatjuk, hogy mekkora emberség lakozik, nem csak a szivárvány családokban, nem csak az LMBTQ közösségben, hanem a társadalomban is, aki utána támogatja ezt a kampányt. És szerintem ez volt gyönyörű ebben, hogy amikor elindult a kampány, akkor felrobbant a közösségi média vele. És egy ideig még a médiában annyira nem láttuk a vízhangját, de azt láttuk, hogy emberek százai, ezrei változtatják meg a profilképüket, raknak ki képet, ahogyan mutatják a tenyerükön a családos család logót, ezt a jelképet, és hogy hashtageket használnak, videókat készítenek róla, megosztják a saját történeteiket, a saját családjukat, a saját előbújásuk történetét. És egyszerűen, amikor ilyen mértékű, pozitív, emberi, intim pillanatokat, történeteket oszt meg az ember, akkor ennek láthatjuk a hatását. És engem ez hatott meg a családkampányban is, és utána a közönségszavazásban is, hogy egyszerűen annyira lelkesek voltak az emberek, és annyira támogatóak, és ilyen őszinte kedvességet és támogatást ritkán látunk. Igen, illetve arra az, hogy miért maradtunk egy ilyen pozitív vonalon, azért, mert gyerekeink vannak, és mi azt akartuk megmutatni, hogy igenis, hogy egy ilyen közösségi erő, én azt gondolom, hogy nem lehet a gyűlöletre gyűlölettel válaszolni. A gyűlöletre, a kirekesztésre az a tényleg szeretettel kell válaszolni, mert hogy ez így működik. És ebben rengeteg embernek rengeteg érzése van, meg az élete van. És az embereknek az életévé vált, és igenis, hogy egy reményt adtunk nagyon sok embernek, és nem csak a melegeknek adtunk reményt. És egyébként ez volt a kampánynak az egyik legnagyobb ilyen sikere, hogy azok az emberek, akik kicsit is akár kirekesztve éreztetik magukat, de akár olyan átlag emberek voltak, akik hivattok, mert bocsánat, hogy azt mondom, hogy átlag emberek, de hogy anya, apa, két gyerekkel, három gyerekkel, hogy nekik is reményt adott az, hogy igenis, hogy a gyűlölet ellen van valami, amit lehet tenni. És az emberek kezébe is adtunk valamit, ez is nagyon fontos. És az nem csak egy like volt a Facebookon, meg egy megosztási lehetőség, hanem az emberek kifejezhették a támogatásukat ezzel az egyszerű jellel, amit kitaláltunk, és így és úgy érezhették, hogy tehettek valamit az ügyért, akár a kanapéban ülve is.
Szóval ez is azt gondolom, hogy ennek ilyen tök nagy ereje volt. Köszi szépen, ez nagyon fontos gondolat volt, amiket elmondtatok, és szóval, hogy a gyűlöletre, a kirekesztésre szeretettel válaszolni, ez nagyon fontos, de nagyon nehéz sokszor. Miben erősített meg titeket ez a, szóval elkezdeni valamit kicsibe, azt érezni, hogy ki vagyunk rekesztve, kevesen vagyunk, és megélni azt, hogy végül is ebbe az országban mégis nagyon sokan álltak emellé az ügy mellé, és nem csak az országban, hanem még a határon túl is. Szóval milyen érzésed, mit hozott, milyen változást hozott bennetek? Hát én nagyon sokat sírtam a kampány alatt. Ez egy ilyen emocionális hullámvasút volt alapvetően, alulról, fölülről, lefelé, aztán újra föl, aztán újra le. Én azt gondolom, hogy abba hagytuk a számolást szerintem ilyen 100 főnél, ilyen híres embernél, akik kiálltak mellettünk, de hogy meg az a rengeteg cikk, a nem tudom én, 4000 körüli Instagram fotó, 12 millió TikTok view, és még sorolhatnám azokat a megjelenéseket, amik történtek sorba. Én azt gondolom, hogy ez mind egy ilyen védőburkot adott nekünk. És nekünk igenis, hogy a láthatóság, az, hogy tematizáltuk ezt a témát, és ezt a témát mi tematizáltuk, és ez is egyébként egy nagy siker ennek, hogy ezt mi tudtuk tematizálni, és nem mentünk valami után, hanem mi állítottuk elő. Szóval ez nekünk egy védőburok. Ez egy ilyen safe place volt nekünk, hogy nem vagyunk egyedül, még akkor is, hogyha azt gondoljuk, hogy nagyon sokan nem értenek velünk együtt, ami teljesen oké, de hogy ami számít, azok az emberek. És ezek az emberek, ezek megmutatták, hogy ők nem így gondolkodnak. Köszönöm. Ez egy nagyon fontos gondolat szerintem. Az, hogyha azt halljuk folyamatosan, hogy van egy vörös vonal köztünk és a többségi társadalom között, amit mi nem léphetünk át, amit nekünk tiszteletben kell tartani, amit nekünk tudni kell, hogy hol van a helyünk. Ezek nagyon komoly üzenetek, amiket nehéz feldolgozni, és nem is lehet, és szerintem nem is kell, és nem is szabad feldolgozni. Nem szabad, hogy ezt az ember internalizálja. És az, hogy egy ilyen mértékű támogatást kaptunk, ez egy hatalmas megerősítés volt arra, hogy a társadalom nem akarja, hogy mi azt gondoljuk, hogy van egy vörös vonal. Hogy a társadalom azt gondolja, hogy mi is a részei vagyunk, fontos részei vagyunk, és elfogadnak úgy, ahogyan vagyunk. Szerintem ez egy nagyon-nagyon fontos magja volt ennek. Én tökre úgy láttam, hogy ez a kampány nagyon organikusan terjed, de közben tudom, hogy óriási tudatosság volt az egész mögött, és nagyon kíváncsi vagyok, hogy volt-e egy olyan fordulópont, vagy egy olyan mozzanat vajon, ami egyszer csak beindította, vagy valóban ez így fokozatosan indult meg, és értel embereket is vont be egyre többeket? Én azt gondolom, hogy ez egy ilyen, ahogy te is mondtad, ez egy nagyon organikus dolog volt. Tehát amikor elindult a kampány, pont ugye akkor volt az alkotmánymódosítás. Tehát, hogy ugye ott, ami jó volt, hogy sejtettük, hogy valami lesz, és egy kész koncepcióval tudtunk abban a pillanatban előrukkolni, hogy akkor most indulunk, és ez egy nap különbséggel volt. És utána nem volt hetekig, hónap, vagy talán egy hónap is sem, és utána az első, aki kirakta, és ugye amikor az Ördög Nóra, az Istenes Bence megszólalt, ezek ugye december környékén volt, akkor fogadtak el az alkotmánymódosítást. Ugye ez adott egy ilyen újabb brutális lendületet az egésznek, hiszen ez hírértékű volt, és utána pedig a következő évben, pedig ugye amikor ezt a brand kampányt csináltuk, amikor márkákat kértünk meg, hogy álljanak ki mentünk, ez már részünkre egy tudatos dolog volt, de ott, amikor a Gulácsi Péter kiállt, ugye akkor robbant a bomba, hiszen az ő megnyilvánulása az egy ilyen történelmi esemény volt, én azt gondolom, Magyarországon. Szóval, és egyébként arról nem is tudtunk. Tehát, hogy az nem volt egy tudatos kiállás, azt nem tudtuk, nem is kértük meg Gulácsi Pétert, azt ő magától tette. Épp ezt akartam kérdezni, hogy ez akkor titeket is meglepetésként ért, igaz?
Igen, szerintem Ördög Nóráik nem realizálták, amikor aznap tették ki a családos család posztjukat véletlenül aznap, amikor megszavazta ezt az országgyűlés, és akkor alapvetően volt a sajtóban egy felbojdulás emiatt, és utána Ördög Nóra ezt kirakta, és ezt föltette a pontot az íre. Utána, amikor Bence kitette, akkor már a kormány közeli média sem tudta figyelmen kívül hagyni. Egy pár hétig ezt érdekesen figyeltük, hogy nem nagyon reagált rá az a média, amit nem mondjuk független baloldali médiának akarunk nevezni, hogy inkább nem akartak hozzányúlni, nem akartak vele foglalkozni, mert szerintem ez egy annyira pozitív üzenetű kampány volt, hogy most hogyan fogsz belekötni, hogy hát nem család a család? És utána érdekes volt egyébként, amikor a Deutsch Tamás is azt mondta, hogy a család az család, ami nem család, az nem család. Jó, hát igen. De a Szivárvány család az család, úgyhogy akkor... Igen, az pont egy ilyen győzelmi rész volt, hiszen ő akkor már a mi tematizálásunkat vette át egyébként, de hogy igen. Tehát amíg egy ismert ember, vagy ismert emberek nagyon sokan is nem állnak be egy ügy mögé, addig talán könnyű nem beszélni erről, de akkor talán ez tényleg egy fordulópont lehetett. De azért én visszatérnék arra, amit mondtatok, hogy szerintem is az egy nagyon-nagyon erős pontja volt, hogy ez a ti üzenetetek volt, ez a ti perspektívátok volt, a ti történeteitek, és nem egy másik oldalról belerángatott helyzet. Ből beszéltetek, reagáltatok rá, de egy saját narratívát hoztatok be ebbe a történetbe, és ez szerintem nagyon-nagyon fontos volt. Hát csak a kampányról, ha mesélnétek még egy kicsit, tehát, hogy most arra gondolva más csoport kerül egy ilyen helyzetbe, nagyon sok olyan csoport, réteg, személy van Magyarországon, amit megtámadtak, vagy úgy érzi, hogy kiszorítottak, nem érzi magát biztonságban. Mesélnétek egy picit arról, hogy mi egy ilyen kampányban, ami viszonylag könnyű, mi az, amire nagyon-nagyon föl kell készülni egy ilyen civil szervezetnél, hogyan érte a ti szervezeteteket ez a hihetetlen nagy munka. Mi volt ebben, ami könnyű volt, könnyebb, mint gondoltatok, és mi az, ami sokkal nehezebb volt, mint amire számítottatok? Hú, hát én őszinte leszek, így nehezen tudok úgy nyilatkozni, mint egy civil szervezet, mert hogy tényleg a mi esetünkben tényleg két családról van szó, akik ebben nagyon-nagyon-nagyon dolgoztak, és mi ezt... Nem azt mondom, hogy úgy értjük meg, hogy a saját életünk függ tőle, de hogy mi a gyerekeinkért csináltuk ezt az egészet, és hogy ott akkor nem ismersz fáradtságot, nem ismersz stressz, nem ismered azt, hogy lent vagy fent vagy, hanem azt tudod, hogy előre fele kell menni, és csinálni kell, és csinálni kell, és csinálni kell. Tehát, hogy a mi motivációnk az alapvetően maga az ügy volt, és maga az ügy, amiben mi abszolút tudtunk hinni, hát illetve azonosulni vele, hiszen a saját életünkről van szó. Én most ez nagyon közhelyesen fog hangzani, de hogy én úgy éreztem a kampány alatt, hogy mi egy ilyen szuperhősök vagyunk. Hogy így mindent meg tudunk csinálni. Hogy így egyszerűen tényleg közhelyes, de hogy így tényleg nincs lehetetlen. Egyszerűen nem volt. Amit akartunk, azt mentünk előre, és csináltuk, és olyan dolgokat is megpróbáltunk, ami persze nem sikerült, de hogy akkor mi van, akkor mész előre tovább, és tovább is. És ez a brandkampány is így olyan volt, hogy voltak olyan cégek, akiknek az Instagramon írtam, meg a LinkedIn-en megkerestem, hogy ki a vezetője, és írtam neki. Tehát, hogy itt nem volt lehetetlen, hanem csak mentünk előre. És maga az ügy motivált minket, engem. Ehhez nagyon tudok kapcsolódni. Ugye november 10-én adták be ezt az alkotmánymódosítást, és 17-én indult el a kampány, és utána még egy hónapig teljesen hajráztunk, és az 5 hét, az szerintem olyan volt, hogy nekem nem volt olyan nap, hogy amikor mondjuk 9-kor elkezdtem dolgozni reggel, hanem korábban, hogy 11-nél hamarabb befejeztem volna. És az, hogy a hétvégét is végig dolgoztuk, és egyszerűen az egy szerintem egy nagyon nagy motiváló erő, amikor az ember egy civil szervezetnél dolgozik, és az, hogy tudja, hogy reményt ad.
és néha tényleg úgy érezzük, vagy én úgy éreztem, hogy a Marci is mondta, hogy ez most nagyon megy, és hogy most valamit nagyon adunk, de pont azért, mert van az embernek egy személyes bevonódása, ezért könnyen meg lehet élni ezeket a nagy mélységeket is, és ezt nekem nehéz volt feldolgozni néha. Nekem ez volt az első ilyen nagyobb kampány, amiben részt vettem. Ez a szuperhős érzés, ez nagyon nagy erőt adhatott személyesen is nektek, illetve szervezetként is, és talán muníciót is a folytatáshoz. Most ugye sajnos megint van egy olyan helyzet, ami hát ami megtalált titeket, nem tudom, hogy erre a kampányra hogyan tudtok a továbbiakban építeni, hogyan szeretnétek továbbvinni, lehet-e a jelenlegi helyzetben mit láttok, hogyan tud ez az erő és ez a közösség a továbbiakban mögétek állni és segíteni az ügyeiteket? Most ez egy nagyon nehéz időszak a tegnapi bejelentések miatt. Még mi is így próbáljuk értelmezni a helyzeteket, egyáltalán megérteni, hogy mi történik. Alapvetően senki sem tudja, hogy mi lesz pontosan még. Tehát, hogy ennek mi lesz a következménye, semmiképpen sem jó. Viszont próbálok maradni a pozitív trekken. Akkor hoznak ilyen törvényeket, hogyha valami működik. Akkor próbálnak valakit elhallgattatni, hogyha valami működik. Tehát, amit csinálunk, az működik. És a mi dolgunk az nem az, hogy mi nem fogunk tudni törvényeket módosítani, mi nem fogjuk tudni átírni az alkotmányt. Mi egyetlen dolgot tudunk tenni, az emberek gondolkodására próbálunk hatni, és egyszerűen megpróbáljuk elmagyarázni embereknek, hogy ez oké részünkről, és azoknak próbáljuk elmagyarázni, akiket meg kell győznünk arról, hogy szivárvány családban felnőni oké, és hogyha egy azonos nemű párnak gyereke van, az oké. És nem is akarunk mindenkit meggyőzni, de amit akarok ezzel mondani, hogy tegnap bennem volt ilyen pillanatok, hogy most miért is csinálom ezt az egészet, itt van egy tök szuper életem, nekem a hátam közepére nem kell ez az egész, minek? És aztán elmentem a gyerekére az óviba délután, és akkor belenéztem a szemébe, és akkor tudtam, hogy ezért kell csinálni. Mert hogy bele akarok nézni a gyerekemnek a szemébe 5-10 év múlva, és azt akarom neki mondani, hogy kisfiam, én mindent megpróbáltam, hogy neked jó legyen, amikor fölnősz itthon. Szóval nem fogjuk abba hagyni azért, mert megszületett ez a törvény. Az a támogatás, amit kaptunk az elmúlt hónapokban, az, hogy az LMBTQI közösség, az LMBTQI emberek bekerültek így a köztudatba, hogy egy ennyire pozitív kép tudott kialakulni a családkampánynak köszönhetően is. Szerintem ez nem fog eltűnni egyik pillanatról a másikra. És látjuk azt, hogy az emberek mellettünk vannak, és kiállnak mellettünk, és hogy nem félnek. És nem csak az LMBTQ emberek nem félnek, hanem azok sem, akik heteroszexuálisok, akik ciszneműek, ők is ki akarnak állni mellettünk, meg akarnak védeni. És ez a szolidaritás, ez egy nagyon-nagyon gyönyörű dolog, és nagyon fontos érték a demokráciának. Úgyhogy azt gondolom, hogy ez az egyik legfontosabb öröksége a kampánynak. Hát szerintem nagyon sok mindenről beszéltünk, és a civilségnek az igazi oldalát mutattátok be, egyrészt egy régóta működő profi szervezet, másik egy olyan csoportosulás, induló civil szervezet, ahol azt mondod, hogy csak pár család van benne, de én azt gondolom, hogy a civil az civil, tehát ha két család van, vagy három család van benne, az ugyanolyan erős tud lenni, mint hogyha 100 ember van benne. Ez a civilségnek semmilyen minőségét nem jelenti, hanem, ahogy mondtad, a hatékonyságra, a elhivatottságra éppen, hogy akár sarkalhat, hogy kevesebben voltatok. Tervetek, hogy nem tudom, akkor most bővüljetek, és akkor egy másfajta akcióba lépjetek, vagy egy nagyobb szövetséget terveztek a következőbe, vagy ez még titok, ez majd tudja meg később a társadalom, hogy mivel jöttök előre, mert én nagyon bízom benne, tehát ez egy olyan sikeres indulás volt, ami nagyon sok embernek hitet adott itt az elmúlt időszakban, és ahogy mondtátok, nem csak
ebben a témában, hanem másban is, hogy szeretettel válaszolni a gyűlöletre az igenis lehetséges, és hogy nagyon sokan vagyunk, akik így gondoljuk, hogy ez az igazi irány. Hát ugye most adtuk ki az első Szilárd Csádos mesekönyvünket, ugye az is egy ilyen lépés volt, tehát ez is a Csád a Család kampánynak tulajdonképpen a folytatása, és a kampányt ezt folytatjuk, aktívan dolgozunk rajta, és folytatjuk a munkát, és tervezzük, hogy jövünk, ez nem titok. Csak nem akarunk egy ilyen egyszámos banda lenni. Tehát, hogy ez a nehéz, mert hogy az első az akkor átszólt, és tudjátok, amikor vannak azok az, nem tudom, egyedüli nagy slágerek, amiket csinálnak, és akkor most kéne csinálni még egy jó slágert, idézőjelesen, és ez tök nehéz, és ezzel küzdünk, hogy hogyan nem leszünk egy egyslágeres banda, hanem hogy ezt tovább tudjuk építeni. És ez teljesen nem forrás kérdése, meg pénz kérdése, hanem egyszerűen kell egy ötlet, kell az ügy, és hát ezen dolgozunk most nagyon. Már egyébként el akartunk indulni, de hogy most még így úgy döntöttünk, hogy még egy kicsit tovább dolgozunk az ötleten, ami a fazékban van. Hát bízunk benne, és hogy tényleg nem egy számos banda lesztek, hanem egy slágergyárosok, és a öreg szakállasan 30 év múlva nem mindig ugyanezt a számot kérik tőletek, és játsszátok el különféle feldolgozásba. Úgyhogy ehhez nagyon sok sikert kívánunk, és gratulálunk az év civil közönségdíjához, a szakmai zsűri díjazása még hátra van, abban a versenyben is ugye a legjobbak között vagytok benn, úgyhogy várjuk annak a végeredményét, és a már megszületett közönségdíjhoz meg nagy szeretettel gratulálunk, és sok sikert kívánunk nektek. Köszönjük, hogy itt voltatok, sziasztok! Sziasztok! Köszi! A civil díjprogram főszervezője a Neoalkalvítvány, partnerünk a Civil Iránytű Alapítvány, médiapartnerünk az NLC, főtámogatónk pedig az Erste Bank. Köszönjük a támogatásukat!